rá. Sziasztok! Én Emma vagyok, a mai napon pedig megint csak egy komoly témával érkeztem nektek, ami nem más, mint a fotók és videók, mint személyes adatok. Manapság néha szinte mind fotósnak érezhetjük magunkat, sosem volt még ilyen egyszerű előkapni egy okostelefont, akár egy zsebből, akár egy kis táskából, hogyha az embernek éppen kedve támad megörökíteni egy pillanatot, legyen az jó vagy rossz. A számtalan fotó és videó folyamatos készülésének jelenléte miatt viszont sokakban kérdések merülnek fel az ezzel kapcsolatos jogaikat, valamint a személyes biztonságukat illetően. És okkal, ugyanis bár sokan nem tudhatják, egy fotó vagy egy videó is minősülhet személyes adatnak, azoknak a kezelésére pedig jogszabályok vonatkoznak. De mit is jelent ez? Az általános adatvédelmi rendelet, azaz a GDPR fogalom meghatározása alapján személyes adat az érintettre vonatkozó bármely információ, amely alapján az érintett azonosítható. Így például egy olyan fénykép is személyes adatnak minősül, amelyen az érintett szerepel, vagy amely alapján az érintett egyértelműen azonosítható. Továbbá e képfelvételek elkészítése és bármely módon történő felhasználása nyilvánosságra hozatala adatkezelésnek minősül. Az előbbiekre tekintettel tehát a fényképek elkészítése és felhasználása során a polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései mellett a GDPR-ban foglalt követelményeket is szem előtt kell tartani. A fentiek nyomán az is egyértelmű, hogyha egy fényképen érintett személy nem azonosítható, akkor a fénykép nem minősül személyes adatnak, így arra a GDPR hatálya sem terjed ki. A polgári törvénykönyvben szó szerint így hangzik el: képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. Kicsit bővebben, a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog megsértése, valamint a képmáshoz és hangfelvételhez való jog megsértése személyiségi jogok sérelmének bizonyosul. A személyes adatokkal való visszaélés és adatkezelés pedig büntetendő, akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel a körülményektől függően. Nyilvánvalóan más a helyzet, amikor valaki rágalmazás vagy zaklatás céljával készít vagy hoz nyilvánosságra valaki másról kép vagy hangfelvételt, annak a személyiségi jogait megsértve, mind érzékeljük azt, hogy ez rossz, ugye? De hoztam nektek egy teljesen mindennapi, sokkal ártatlanabb példát is, mert szerintem sokatokat ez is meglephet majd, hogy ez ugyanúgy bűncselekmény. A suliban, szünetben készítesz egy fotót a legjobb barátnőddel az osztályteremben, majd délután, amikor hazaértél, feltöltöd Instagramra. A fotón a háttérben tisztán látszik 3 másik osztálytársad, közülük az egyik pedig éppen egy jó nagy falatot harapott ki a szendvicséből, amikor a fotó készült. Neked ez fel sem tűnt, mert azzal voltál elfoglalva, hogy te és a barátnőd jól néztek ki a fotó középpontjában, viszont amikor az előbb említett osztálytársad meglátja ugyanezt a fotót Instagramon, és úgy érzi, hogy ez számára kellemetlen, ír neked egy üzenetet, hogy légy szíves, töröld le a képet, mert ő nem néz ki jól rajta. Te nem vagy hajlandó letörölni a képet, mert ti jól néztek ki rajta, és ez az, ami számít. Hány sebből vérzik ez a dolog? Először is te megsértetted az ő személyiségi jogait, ugyanis a tudta nélkül készítettél róla olyan fotót, amin ő nyilvánvalóan beazonosítható, sőt az ő véleménye szerint ez még őt rossz fényben is tünteti fel. Emellett olyan közösségi platformon tett egy nyilvánosságra a fotót, ahol valójában a világon bárki láthatja, és mivel ez a fotó személyes adatnak minősül, neked pedig nem volt engedélyed arra, hogy ezt közzétedd, te technikailag jogtalanul kezelted ezt a személyes adatot. Nagyon fontos megemlítenem azt is, hogy egy 18 éven aluli személy esetében kizárólag a szülője vagy gondviselője hozzájárulásával készülhet róla kép vagy hangfelvétel, tehát ez is súlyosbít a helyzeten.
Nem utolsó sorban az is tényező, hogy mivel az iskola nem egy közterület, ott fotót vagy videót, akár hangfelvételt készíteni, kizárólag az intézmény vezetőjének engedélyével szabad. Ezt egyébként sok iskola manapság már a házi rendbe is belefoglalja. Ki gondolta volna, hogy egy ártatlan, cuki fotó rólad és a legjobb barátnődről suli időben ekkora problémát okozhat? Tudom, hogy ez elég sok új információ, és sokatokat tényleg meglepetésként érhet, de mindenképpen érdemes utána járni, hogy tényleg ne csináljunk hülyeséget, ne hozzuk rossz helyzetbe a másikat, ugyanis ezek fontos dolgok. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, esetleg nyomjátok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, nem sokára találkozunk. Sziasztok!